Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manéa vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoba című magazinját látják. A következő témákkal készültünk. Oly korban éltem én a földön. A holokausz 80 emlékév zenés prózai rendezvénye. Helikoni ünnepségek, bemutatták tudásukat a garais diákok. Szent György lovagrend, fiatal új tagokban látják a jövőt. A föld napja, egy nap a holnapért. Zene és prózai előadást tartottak Szekszárdon a Művészetek Házában. A holokausz 80. évfordulóján emlékeztek meg a zsidó áldozatokról. A telefonbeszélgetésből és a leveletből úgy látjuk, hogy egyelőre tetszik neked a hely, szereted az embereket is. Vigyázz arra, hogy a kellemes viszony meg is maradjon. Fiam, ne hidd azt sohasem, hogy csak mások lehetnek a viszonyaid kialakulásában hibás. Az Olykorban éltem én a földön zene és prózai rendezvény a holokauszt 80 emlékévhez kapcsolódik, amelyen megemlékeznek a 6 millió főt meghaladó áldozatokról a vallása, valamint zsidó származása miatt. Ezer magyar állampolgárt és Szekszárd és környékéről 600 embert vallása miatt, zsidó származása miatt pusztítottak el. Itt emlékükre csendülnek fel dallamok és próza, hogy emlékezzünk rájuk és emlékeztessünk arra, hogy ilyen népírtás, ami volt, soha többé ne történhessen. A emlékév rendezvényei, az a magyar kormány, a Magyar Zsidó Örökség Alapítvány, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és a Bethlen Gábor Alapítvány támogatásával jött létre. Én úgy gondolom, hogy csodálatos dolog ma, 80 évvel a holokauszt után, hogy ilyen létszámmal vesznek részt ilyen jellegű koncertekben az emberek. Közül ugye a zenei rendezvény Nógrádi Gergely, aki a Frankelle utca zsinagógának a főkántora, olyan hanggal rendelkezik, hogy Amerikában úgy emlegedik, hogy a zsidó Pavarotti. Felegi Balázs, egy operaénekes, aki többször volt már mindegyik Szekszárdon, és Neumann Zoltán, aki kíséri őket. Ezen kívül két prózai szereplő lesz, a Hegedűs D. Géza művész úr és a Kertész Péter művész úr. Ők fogják a mai műsort előadni. Általában holokauszthoz kapcsolódó művek, zeneszerzőktől és hát
lesz, ami megzenésített Zsoltál és egyéb, tehát komoly zene, és a, úgy mondom, a mai naphoz, a mai nap az emlékévhez, és annak megfelelő szellemben fog a műsor elhangzani. Látod-e, drága, a képzelet itt? Az is így szabadul csak. Megtöretett testünket az álom. A szép szabadító oldja fel, és a fogolytábor hazaindul ilyenkor. Rongyosan és kopaszon, horkolva repülnek a foglyok Szerbia vaktetejéről, búvó otthoni tájra. Búvó otthoni táj. Becsületen megtelt a Garai Gimnázium díszterme a már hagyományosnak nevezhető egy óra belőlünk hangversenyre. Az eseményen a diákok bemutatták, mivel is lépnek majd fel a helikoni ünnepségeken. A helikoni ünnepségek a dunántúli középiskolás korosztály nagy hagyományokkal rendelkező, két évente megrendezésre kerülő keszthelyi kulturális seregszemléje, ahol a diákok iskolai keretek között 20 művészeti kategóriában szakértő zsűri előtt mérik összetudásukat. Ennek kvázi főpróbáját tartották meg most. Nagyon sok kategóriában, 10 kategóriában indul az intézmény, balettosok, könnyű zenét éneklők több formációban, az iskola két kórusa, a vegyes kórus és a német nemzetiségi kamara kórus, hangszer, szólók, zeneiskolai művésztanárok felkészítésében és a Bartina Néptánc Együttes garaista diákjaiból alkotott csoport mutatkozik be. Ez két évente szervezik meg Keszthelyen, a Balaton fővárosában. Mint azt az oktató kiemelte, nagy jelentőséggel bír ez az iskola és a diákok életében is, hiszen nem művészeti iskoláról van szó, mégis ilyen népes csapattal képviseltetik magukat a rendezvényen, amit április 25-e és 27-e között tartanak Keszthelyen. A hangszer szólóban többnyire 11-12-es évfolyam most diákok vesznek részt, a csoportokban nem. Vadász Kürt lesz az egyik hangszerszóló, és nem olyan régóta az intézmény attól is különbözik az összes többi iskolától, hogy orgonája van. A felkészítésben egy apuka, Lozsányi Tamás instruálta gyermekét, aki az iskola 10. osztályos diákja, Lozsányi Julianna, és megadatott az a lehetőség, hogy Keszthelyen az evangélikus templomba mutassa be mesterségbeli tudását, orgonál. És az iskolának, mivel orgonája van, tehát így most újból megszólal az orgona. Ezen kívül meg klarinét is elhangzik. Az oktató büszke, hogy ennyire szorgalmasak a növendékek, és izgatottan várja a megmérettetést. Felkészítő tanárok nagyon sok segítségével, alkotó fantáziájával szeptember óta indult a munka. Ezek a művészeti csoportok, amatőr művészeti csoportok, tehát újból minden évben újjá kell építeni ezeket a csoportokat. A lehetőségek szerint választjuk meg, és ezen kívül annak a tárgyi, tehát annak a megvalósításához, hogy eljussunk, nagyon sok támogatót kerestünk meg, tankerület, Szekszárd városa, több bizottsága, vannak itt vállalkozó szülők is, akik ebben partnerek, két autóbusszal, 74 diák, 5 kísérő tanár utazik Keszthelyre. Garais diákoknak ez nagy szó, hogyha eljuthatnak a helikonra, és őket választják ki, mint a gimnáziumot képviselő diákokat, hogy megmérettessék magukat az ország talán egyik legrangosabb művészeti versenyén. Ákos elmondta, hogy egy éve már erre a versenyre készül, reméli, jól szerepel majd, hiszen jelenleg ez számára az egyik legfontosabb dolog. Számomra ez egy valóra vált álom, mert Vadász Kürttel nem voltam még ekkora megmérettetésen, úgyhogy nagyon várom a helikont, és nagyon örülök, hogy részt vehetek ezen.
A felkészítő megtiszteltetésnek tartja, hogy az ő növendéke is részt vehet a versenyen. Én most, mint felkészítő tanár vagyok itt, egy klarinétos növendékem van, Báter Alíz, és ez azért nagyon izgalmas számomra, mert most először van olyan lehetőségem, hogy gimnazistát készítsek fel ilyen megmérettetésre. Igazából mi csak regionális versenyeken szoktunk részt venni, vármegyei találkozókon, illetve voltunk már az országos versenyen is, de ilyen kimondottan gimnazistáknak szóló helikoni ünnepségen, mint amihez is lesz Keszthelyen, ilyen még nem voltunk. Szerinte a felkészülés és felkészítés a legfontosabb és legnagyobb élmény is egyben. Nekünk ez megtiszteltetés igazából, tehát az, hogy a gimnáziumból már alapból arra gondoltak, hogy az én növendékem kivívta ezt magának idézőjelben a szorgalmával és a magatartásával, ez egy hatalmas, kivételesen, teljesen, hogy is mondjam, plusz töltetett adó élmény lesz az én alizomnak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok élménnyel fogunk hazajönni, és a felkészítés, ami ez a folyamat, amit ez jelent, az maga egy nagyon nagy kincs, hiszen minden felkészítés maga a folyamat a legnagyobb kincs. Az iskola igazgatója ünnepnek nevezte az eseményt, hiszen a rengeteg munka után jól esik azért az ismerős közegben is vastapsot kapni. Mindez egyértelműen azt mutatja, mennyire színes az intézmény művészeti oktatása. Igen, ahogy Eszter mondta, ünnep van. Minden egyes ilyen egy óra belőlünk ünnep, a művészetek ünnepe. És azt hiszem, hogy a mai ünnepnap, vagy ünnepi alkalom, maradjunk inkább ennél a kifejezésnél, kiemelt az eseménysorozat sorában, hiszen ugye a Helikon két évente kerül megrendezésre, mindig egy nagy kiemelt kulturális művészeti rendezvény. A Szent György Lovagrend Magyarországon közel 350 taggal rendelkezik. Elsősorban karitatív tevékenységet folytatnak, de hagyományőrzéssel és tudományos kutatómunkával is foglalkoznak. Ismerkedjünk meg a Baranya és Tolna vármegyei szervezetükkel. A Szent György Lovagrendet 1326-ban alapították visegrádi székhellyel. 1990 környékén történészek kutatómunkájának köszönhetően megállapították, hogy az nem szűnt meg. A Baranya és Tolna vármegyék nagy priorjával beszélgettünk. 97-98 környékén felújították, megújították, teljesen szabályosan egyesületté alakultak, és az első avatások 97-ben történtek. Sajnos nemrég temettük el azt a pécsi lovagtársunkat, priorunkat, akinek a fő feladata volt, hogy a pécsi priorátust megszervezze, tehát Pécset találjon, Pécs és környékén olyan ő szerinte megfelelő, de valóban megfelelő embereket, akár nőket, akár férfiakat, akikkel megalapította 98-ban a pécsi priorátust. Én 98 óta vagyok a lovagrendnek a tagja, aztán később vezetője lettem a Pécsenek, most pedig a Tolna megye is, Tolna vármegye is, szerencsére hozzám tartozik, mert nagyon büszke vagyok rájuk. Fiatalosan, nagy lendülettel és jól dolgoznak. A rend külföldön is rendelkezik tagokkal. Elsősorban a régi magyarországi területek tartoznak hozzánk, Felvidék, Őrvidék, Délvidék, Erdély, stb. És Németország az egyik legaktívabb tagunk.
Fő irány a karitatív tevékenység, a másik pedig a hagyományőrzés. A hagyományőrző tagozatunk legnevesebb, leghíresebb megmozdulása a visegrádi palotajátékok. Ugye ez az egész Visegrád köré szerveződik, hiszen ott alapította Róbert Károly király 1326-ban. Jövőre kerek évfordulónk is lesz, és a harmadik pedig a tudományos tagozat, akik hát a régi történelmi dolgokat még kutatják, és még bővítik az ismereteket. Ezen egyik alkalma az évente megrendezendő nyári egyetemek, tavaly Visegrádon volt, idén Gyulán lesz, nagyon szép programokkal, és igyekszünk fiatalokat is bevonni, mert ugye régen is alapították a rendet, de már öregszünk is, tehát a fő cél mostantól a fiataloknak a bevonzása, hogy kedvet csináljunk nekik. Szerencsére Pécset most lett 2-3 új fiatal tagunk, köztük olyan, aki a hagyományőrző tagozatban ezt a bajvívást csinálja, és a másik, hogy a kiöregedő nyugdíjas korú nagy priorok átadják lassan a helyüket a fiataloknak, hogy egy új lendületet kapjon a szervezet, és reméljük, hogy ezzel a továbbélést biztosítani tudjuk. Én Pécset dolgoztam, és együttműködtem a Pécsi Jótékony Nőegylettel, aztán a Lions Klubbal, illetve újabban most a Vörös Kereszttel is. Tehát mindig azt mondjuk, hogy mindegy az, hogy honnan jön, de ha tudunk segíteni, minél többen segítsünk, és hogyha ez össze kell fogni, akkor fogjunk össze. Egyre kevesebb az a mennyiség, amiből tudunk meríteni arra, hogy ellássuk például a hajléktalanokat minden karácsonykor, mi Pécset, akkor adunk nekik enni, de 2002-3 körül hát elhatároztuk mi pécsiek, hogy hát másnap is éhes lehet az a 120-150 ember, és elkezdtük folyamatosan az étkeztetésüket biztosítani. Aztán a Támasz Alapítvánnyal közösen csináltuk ezt, hogyha tudnánk egy területet kapni, ahol fákat ültetnénk, és minden elhunyt lovagtársunk kapna egy táblát a fához, hogy ki volt, hogy mit csinált, ez lenne a Szent György Lovagok Parkja, vagy bármi elnevezés lehetséges. Hát ehhez is keresünk most támogatókat, társakat, hogy ezt meg tudjuk csinálni, mert ezek az emberek megérdemlik azt, hogy később is emlékezzenek rájuk. A Szent György Lovagrend Tolna vármegyei szervezetének priorja Kis László, itt összesen 8-an tevékenykednek. A Szekszárdi Szabó Ferenc 2018 óta tagja a lovagrendnek. Az új tagokat minden évben Szent György napján ütik lovaggá a visegrádi várban. Tervezzük, hogy a bővülést, és keressük azokat a személyeket, akik megfelelőek, akinek a hitvallása, akinek a hozzáállása megfelelő ahhoz, hogy a rendnek a tagja legyen, aki karitatív tevékenységet végez, és össze tudja illeszteni ezt a karitatív tevékenységet egy szervezettel. Utolsó nagyobb karitatív tevékenységünk az, amikor Máté Szalkára vittük az ukrán konfliktus kirobbanásakor, Urbán Péter lovagtársammal megpakoltunk egy teherautót, hiszen nagy szükség volt ott a menekülteknek a szivacsokra és ágynemükre. Megpakoltunk egy nagy teherautót, és azt személyesen vittük el. Ugye pont ez a lényege, hogy mindegyikünknek van sofőrje, tehát elküldethettük volna ezt a szállítmányt, de ezt mi személyesen akartuk elvinni, és személyesen megtapasztalni azt, hogy jó helyre kerül, és mi történik ezzel a szállítmánnyal. Jó volt látni a fogadókészséget, jó volt a polgármester úrral beszélgetni, aki elmondta, hogy még mire van szükség, és igyekeztünk ebben is segíteni, hogy ágyakat tudjanak venni, ehhez készpénzt gyűjtöttünk nekik. Erre forrásokat segítettünk neki előteremteni. Az én következő terveimben van még, ugye egy délvidékre szeretnék megint levinni Doroszlóra egy kis segélyszállítmányt. Nagyon jó dolog látni azt, hogy olyan, amit mi levetetnek gondolunk már, és számunkra igazán értéke nincs, arra gyerekek még kincsként néznek, és ünneplő ruhának veszik csak föl. Nagyon jó dolog látni azt, hogy hozzá tudunk járulni az ő életminőségük javulásához, hogy ezek a dolgok jó helyre kerülnek, úgyhogy egy ilyet szeretnék én az idén is mindenféleképpen megszervezni.
1970 óta április 22-e a Föld napja, ami egy hívó szó az életmódváltásra és az odafigyelésre. Gondoljuk végig, azóta mi minden történt. A természeti katasztrófák a szemünk előtt zajlanak, és az időnk fogytán van. A tudományos élet tudja, hogy mit kellene tenni, hogyan kellene élnünk, tudja a kormányzat, és tudják az emberek is. Tudatos életmódra van szükség, és változtatásokra a mindennapjainkban. 1970-es évektől számoljuk igazán a környezetvédelmet, ugye amikor azért rádöbbentünk, és az első nagy nemzetközi egyezmények megszülettek, és tényleg a világ elfogadta azt, hogy bizony képesek vagyunk átformálni a Földet, és nem mindegy, hogy ezt hogyan tesszük, és hát ugye elindultunk, legalábbis megpróbáltunk egy jó irányba indulni, az akkori politikai elit elég komoly nagy egyezményeken viszonylag jelentős célokat tűzött ki, alapelveket fogadott el, elővigyázatosság elve, megelőzés elve, szennyező fizet elve. És hát most azt mondjuk, hogy azért itt több mint 50 év eltelt, tehát azért 50 év táblatába mérleget lehet vonni, és itt állunk ugye a Föld napján, ami ugyanúgy akkor került meghirdetésre, és hát azt kell mondani, hogy a legtöbb indikátor azt mutatja, hogy ez nem sikerült. Vetően azt, hogy rengeteg hulladékot termelünk, az, hogy a levegő minőség ugye romlik, ezek általában a legismertebb dolgok. De az, hogy a biodiverzitást, tehát azt a természetnek a sokszínűségét, az élővilágot hogyan tesszük tönkre, hogy a talajaink hogyan degradálódnak, és ennek milyen következményei vannak. Az, hogy az egyes rendszereket csak külön-külön kezeljük, sosem rendszerben és ökoszisztémában gondolkodunk, ez azért szépen lassan megmutatja magát. Megkérdeztük a környezetvédelmi szakértőt, hogy mennyi időnk van, ha nem változtatunk gyökeresen a szokásainkon. Nagyjából hasonló szinten maradnak a kibocsátásaink, nem tudjuk a gazdaságot gyökeresen átalakítani, hanem úgymond ebbe a fenntartható vagy fenntarthatatlan fogyasztói társadalomban maradunk tovább, akkor bizony nagyon rosszak a kilátásaink. Tehát 2050-re már bőven elérjük a 2 fokos felmelegedést, inkább a 2,5 fokot, és az évszázad végére pedig egy 4 és 5 fok közötti felmelegedés prognosztizálható, ami így a legtöbb ember számára meghúzza a vállát, de azért ezt úgy kell elképzelni, minthogyha akár a mi testőrmérsékletünk is a normál 36,5-ről 40,5-re, 41-re emelkedne. Tehát az a határ annak, ami még egyáltalán az életben maradást jelenti, tehát teljes mértékben a mezőgazdaság degradálását jelenteni, állandó szélsőségeket, de nem olyan mértékben, amit most ismerünk, hanem jóval nagyobb mértékben. Tehát egy szóval teljesen átalakulna a világ, nyilván ezt meg kell előzni. És a kutatások egyértelműen azt mondják, hogy most 2030-ig dől el. Tehát minden egyes forgatókönyv ugye elindul egy irányba, mondom, itt több százezerre kell gondolni, nem az, hogy egy tudományos társaság 4-5 forgatókönyvet felvázolt, hanem minden közgazdaságtani intézet, társadalomkutatói intézet, stb. Megcsinálta a saját forgatókönyvét, és azt látjuk, hogy 2030-ba kezdenek el igazán szétválni. 2050-re már nagyon nagy különbségek vannak a forgatókönyvek között, és 2100-ra tényleg 3-4 fokos különbségek, felmelegedési különbségek is, és mindegyik forgatókönyvhez megvannak ugye a következmények, hogy mivel fog járni, és fél fokok is rengeteget számítanak. Néhány embernek a haszonér képes arra, hogy élővilágokat tegyen tönkre. Én mindig azt szoktam mondani, hogy egyedül az ember képes erre. Körforgás van, mindenkinek megvan a helye a rendszerben. Egyedül valahogy az ember nem akar beilleszkedni a rendszerbe, állandóan uralni szeretné azt. És ugye ez egy nagyon jelentős probléma. Mert minden egyes megoldásunk, mikor beleszaladunk egy problémába, akkor a megoldás, amit választunk, egy újabb problémát generál, és általában egyre nagyobbat. Tehát nekem az egyik kedvenc példám erre ugye a brómozott égésgátlók, amik arra vannak kitalálva, hogy a tárgyainkat kicsit a tűzzel szemben ellenállóbbá tegyük, ugye tűzvédelmi, tűzmegelőzési intézkedés, kevesebb lakástűz legyen tőle, mert lassabban gyulladnak be a bútorok, a kisebb szikráktól már nem kap azonnal lángra.
Ami nagyon jól sikerült, tényleg valóban kimutathatóan csökkent a világon a lakástüzek száma, csak igazából azzal nem számoltunk, hogy ezeknek a brómozott égisgátlónak milyen élettani hatása van. Ugye kimondottan egy ideg méreg az idegrendszerre hat, most pedig olyan bútorokkal, ruhákkal, textilekkel vagyunk körülvéve, amik mind ezzel a brómozott égisgátlóval kezeltek, és csodálkozunk, hogy a gyerekek között jóval több a hiperaktív gyerek, azt, hogy az emberek stresszesebbek, idegileg nem bírják, hiszen folyamatosan egy idegméregnek vannak kitéve. Nagyon kevés emberre találkozok, aki már 5 évnél messzebb mer gondolni, vagy egyáltalán akar gondolni. Az átlagember napról napra, hónapról hónapra él, de még a középvezetők is azt látom, hogy egy évre előre tervez és gondolkodik. Tehát az, hogy valaki 5 év vagy annál nagyobb távlatba gondolkodjon, az nem jellemző, sajnos. És hát ugye ebből fakad ez, hogy mindig a rövid távú haszon az, ami fontos. Számomra nagyon szomorú, tehát én azért ebben a szegmensben dolgozok környezetvédelmi szakértőként, és ugye pont az, amiről az elején kezdtük, hogy a 70-es években elég komoly szabályokat, célokat, elveket, alapelveket fektettek le, és én azt látom, hogy ezeket egyre jobban próbálják eltaposni, kikerülni, és eljelentékteleníteni. Tehát arról szól az egész, hogy már egyáltalán nem az elővigyázatossága fontos. Pedig a jogrendszerünk, igazából a világ, tehát az ENSZ egyezményekből fakadóan, amit egyszer aláírtunk, kezet fogtunk, akkor azt betartjuk. Tehát egy tisztességes ember az betartja azt, amit aláír és megfogad. Eltelt 50 év, és világosan látszik, hogy nem tartottuk magunkat az egyezményekhez. Ki fogja felelősségre vonni azokat a vezetőket, az emberiséget? Alapvetően a természet. Tehát semmi más nem történik, mint most, hogy a természet elkezdett minket felelősségre vonni. Ugye vannak azóta újak, tehát most pont ezeket az alapegyezményeket nagyrészt felülvizsgálták, illetve új egyezmények születtek. Ugye 2015-ben a Párizsi Egyezmény, ugye ez a régi éghajlatváltozási keretegyezménynek igazából egy újra gombolt változata. Ugyanígy ugye a fenntarthatósági célok, az ENSZ fenntarthatósági célok és a fenntarthatósági egyezmény. Tehát próbálkozunk. Én azt látom, hogy az ENSZ és az ENSZ intézmény rendszere sokkal előrébb jár gondolatokba, mint mi. Tehát ők valóban már egy teljes gazdasági átalakításról beszélnek, és abszolút keresik ennek a megoldásait. Nem félnek kimondani, hogy itt 2050-re teljes mértékben át kell alakítani a gazdaságunkat, és azt is mondják, hogy ez meg fog történni. Nincs más választásunk. Tehát itt azt kell megérteni, hogy tényleg 2050-re teljesen átalakul. A mostani piacvezető cégeknek a több mint a fele már nem fog létezni. Egyszerűen eltűnik. Vagy teljes mértékben átalakul. Az életmódváltás indokolt. A boltok polcain található kínálat 70-80%-a felesleges, és gyártásával szennyezi a légkört. Viszont ugye egy kicsit bonyolultabb, illetve inkább az, hogy időtávban más. Tehát, hogy amit 20 éve kipöfögtünk, annak érezzük most a hatását. Tehát még amit most pöfögünk ki, annak még nem is érezzük a hatását. Tehát azt kell tudni, hogy az már a légkörben ott van, de még csak majd, mit tudom én, 10-15-20 év múlva fogja igazán érzékeltetni. Úgyhogy hát nem sok időnk van. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoba című magazinját látták. Viszontlátásra!